atya. Nem maradhatunk itt. Nem biztonságos. Jobb, ha megyünk. Mi? A kurva anyád! Na, majd mindjárt olyan igény... Hát elgondolkozok én ezen a kardjelen szerintem lassan. Halló? Genya. Belemeltek ebbe a szirénába? Oké. Okay. Most jutott eszembe a felvétel, úgyhogy azt tudom, hogy mi történt a japóval. A japót megették? De amúgy te, Trex, mit akartál tőlem? Mert ahogy így felkiáltójelenre kiítad, hogy Zoli, így ebben jutott el eszembe, hogy be kéne kapcsolnom a felvételt. Zsilipet átforgat. Á, megyünk ki! Megyünk ki a Marsra, vagy hova a faszomba. Kilépés. Várok-e idén valami animét? Hú, én általában mindig ugyanazokat az animéket nézem. Dragon Ball, Naruto és One Piece-t pörgetem egymás után sorba. De meg akarom nézni a Hunter x Hunter-t újra. Úgyhogy nincs időm új animéket elkezdeni. Volt sok új anime, amit így elkezdtem és végignéztem, és azok is kurva jók voltak, azok is tetszettek. De én általában mindig a tripla királynál maradok, és nekem azok mindig örök. Rohadt sokak jönnek a következő... Micsoda? Most rohadt sokba jönnek a következő évadok? Na várj, itt oxigén van! Fasz meg ki le... Jé! A kurva életben végre itt van ez a egyszemű ló... Ez a egyszemű szar? Ez egyszemű, nem? Bleach-et nézed? Na végre valami ismerős. Csináld már, elmegfulladok! Gyalogos, húzza a picsáját a kommunikációs központba, amilyen gyorsan csak lehet. Húzza a picsáját a kommunikációs központba, érted? Azt mondja nekem. Spongyabob animét? Na várja azt a Spongyabob mesét, ami ment a tévébe? Ki lakik oda lent, kit rejt a víz? Spongyabob! Blue Gender? A Blue Gendert nem láttam, hogyha van olyan. Igen, annak van egy anime része YouTube-on. Anime része, igen. Nekem a Spongyabob amúgy annyira nem tetszett, mint mese. Soha. Én nem voltam Spongyabos. Én nekem azok a poénok, poénok gyöngék voltak. Én, hogyha röhögni akarok, akkor South Parkot nézek, vagy Family Guy-t. És azon fan a széjjel, szarom magam. Vagy... Ha nem South Parkot és Family Guy-t nézek, akkor... Akkor, hogyha izét megnézem a minionokat, akkor én azon meghalok. De általában South Park és Family Guy megy. Bassz meg. Tömé! Véletlen volt! Esküszöm, véletlen volt, nem akartam oda baszni a gránátot. Mi a f... Nyugi. Imp. Ez a imp dance. Jó, ez a imp most jár a lábam. Umba la umba, mi a faszom umba? Mi volt az a lyuk, amiből... Tessék? Hé, mi volt, hé? Gimportálak. Na jól van aztán, hello. Hát olyan volt, mint a kinyitóra egy segjuk, vagy inkább valami más. És kinyúlt belőle egy kéz. Nincs scan. Scan.
Úgyhogy ha animéről van szó, akkor általában én a, mondom, Dragon Ball, Naruto és One Piece téma megy nálam általában. Ja, van flashlightom, mindig elfelejtem. Én amit most várok, az a Demon Slayer, a harmadik évad, That Time was Slam Hammer, a Fire Force 2 évad, Black Clover, Jujutsu Kaisen, Jujutsu. És One Punch Man, a harmadik évad, el leszek. Én ebből, amit így leírtál, én csak a One Punch Man-t láttam az első két évadot. Amit ezekből leírtál. One Piece hol jár? A 1100. résznél kb? Most rakják Kaidót, így van, hol a lyukam. Most rakják Kaidót, ott vannak éppen. Ott hagytam abba, mert ugye pont elértem odáig, hogy vége lett a utolsó résznek. És hát ugye minden héten jön ki egy rész. És ezért elkezdtem nézni újra a Narutót. És most már Naruto Shippuden a nem tudom hányadik részében vagyok. Nem is baj, Sasuke, nem is baj, ne is fogjon, az egy kibaszott jó anime. Én azt már kétszer végignéztem, ameddig voltak a részek. Megnéztem kétszer ezért részt. Az olyan szívhez szóló anime, hogy szerintem kétszer vagy háromszor bőgtem rajta. Kaido után mi lesz? Ez mi volt ez, te? Pont nem figyeltem. Kaido szerint valószínűleg már ugye ott a vizics, hogy amúgy a vizicsászárok, vagy hogyan hívják őket? Azokat a nagy kalózokat. Meg gondolom majd előjön fekete szakáll is, meg minden ilyesmi. Ugye jön a vörös hajú, meg a többiek. És akkor már ő fognak ottan. Boruto elég gagyi, azt is meg kéne néznem, igen. Azt is abba hagytam már régen, mert nem voltak részek. Piu 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 piu! 2025-re be akarják fejezni, mert van piszt. Jó, szerintem amúgy már nincsenek olyan sokra a végétől. Ha akarnák, ha hisz. Ugye, aki valaha nézett One Piece, az tudja, hogy ha akarják, akkor el tudják húzni, mert van olyan, hogy elmennek egy szigetre. Mit tudom, amikor elmentek Dressrosszára, ahhoz a rózsaszín lófaszhoz har... Ja, hogy itt nincs oxigén, geci! Hello! Segítség, itt nincs oxigén! Basszam meg! Meghalok. Úristen! Úristen, mi van most? Hagyjál békén! Későn vettem észre, hogy nincs oxigén, bazd meg! Hú. Soha nem fogod újra elkezdeni az izét? Borutót. Én azért megnézem szerintem. Igen, én nekem is mondták többen, hogy gagyi. Hát... Az a baj sajnos, hogy ami a mai világban készül, az majdnem, hogy minden gagyi. Piu 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 piu! Ott van egy létra. Hú. De én a One Piece meg szerintem életem során nagyon sokszor végig fogom nézni. Én egyszerűen imádom. Amúgy azt akartam mondani, hogy például elmennek egy szigetre, elmennek Dressrosszára, és ugye van olyan, hogy 100-150 részig egy szigeten vannak, megy a harc, mennek mindenkinek, megy a élettörténet megismertetése, és így el tudják húzni a időt azért egy animébe. Vagy gondoljatok a Dragon Ballra, amikor mondjuk Son Goku meghalt és fölkerült a mennybe, és futott a kígyón fönt. És ugye a többiek lent a földön, addig ifjú sátán készítette föl Son Gohánt arra, hogy jönnek a Vegitáék, a Vegita és Nappa, jönnek a csillagharcosok a földre,
A többiek zseniális teknősné készültek meg fönt a macskánál például. És addig Son Goku futott a kígyón Kaidóhoz, bazd meg, vagy Kaitóhoz. De meddig? Valami 50 részen köröztül futott a kígyón. Amiről odaért. Vagy amikor ment a Namek bolygóra Son Goku. Úristen. A Discord. De ezek nem is egyszeműek, baszki. De miért nem egyszeműek? Ezek úgy néznek ki, mint valami halak. Valami halfejek. Jó van, na. De nem jössz meg, Petra. Nem látom a üzenetet néha, tudod te is. Ezt már 180-szor megbeszéltük. Igen? Hát akkor elnézést. De ez a legesleg elején volt? Akkor még igen nagy hype-ba vagyok. Most ahogy látod, a pulzusom 70. És amikor elindítom a streamet, akkor 100 fölött van. Úgyhogy akkor megy a hipe. Hiperventilálok akkor. Úristen. Itt ez a motorfűrészes geci! Na! Oké, motorfűrész, na ez már dúmos, ez már tetszik. Igen, erre emlékszünk a Doom 1-2-ből, ugye? Mi a fasz ez? Nyisz, 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 nyisz. És ugye, hát igen. És ugye srácok, ezért ez a tematika ennek a csatornának is picit, mert imádom animéket tényleg, és ugye a fő három animém eddig. Ezért vannak Dragon Ball-os feliratkozó jelvények. A első évben, első év után. Sharingan szemek lesznek a Narutóból. És a második évben meg majd valószínűleg One Piece-es, mi a faszom az? Démon gyümölcsök lesznek. És ugye a emojikba is megtaláljátok mind a három animéből való karaktereket. Na gyere! Gyere, kislány, gyere! Bum! Tarbell, hello! Már csak a Full Metal Alchemist alkimista körök hiányoznak. Azt egyszer elkezdtem nézni, mert azt mondták, hogy az a leges legjobb anime. Én nem tudom, hogy jót-e néztem. Vagy hogy mi a fasz. De nekem az valamiért nem tetszett. Nekem az picit uncsi volt. Lehet, hogy aztán én rosszat néztem, nem tudom meg... Bassza, még nem tudom. Lehet, hogy el kéne kezdenem nézni azt a sorozatot újra, vagy azt a animét. Lehet cserélni a cheerbadge-eket is, így van. De a cheerbadge-eket nem akarom lecserélni. Az így jó, ahogy van. Aztán ki tudja, lehet, hogy majd egyszer lecserélem. De most ez így jó. Lassabban épül fel, de jóval komplexebb, és egyszer mindenképpen ajánlám mindenkinek. Lehet, hogy egyszer ránézek én is, mondom, mert az a baj, hogy én gyerekkoromban a Dragon Ballon nőttem föl. Én nekem akkor még nem volt semmi más animém. Úgy láttuk először a tévében, ment a RTL klubban az a pár rész, amikor voltak a Namek bolygón, stb. Hát ugye aztán előjöttek ezek a virágboltos verziók, hogy le lehetett tölteni bassza meg az összeset. És nem csak a Dragon Ball Z-t, hanem a sima Dragon Ballt is. Amikor még a Son Goku kicsi és találkozik Bulmával, meg minden ilyesmi,
Fú, Geci, tehát akkor megzavarodtam. Szerintem én, hogyha akkor nem néztem meg egymás után 10-szer az összes Dragon Ballt és a Dragon Ball Z részt, akkor egyszer sem. Szóval... Én nekem sokáig csak az volt a anime. De akkor beszéljünk ilyen 11 éves láttam akkor, 10-11 éves. Ami már 20-21 éve ezelőtt volt. És aztán jött be a képbe a Naruto. 15-16 éves lehettem. És talán még a Jetix csatornán, ami helyett lett aztán Disney. Én is dettó, aztán középiskolát kicsit elmélyedtem. Bulma, neked hiányoznak a helyet. Igen, 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 így van, így van. Szóval ilyen 15 éves lehettem, 16, amikor így Jetix-en elkezdték adni a Narutót. De azt is csak az első... Azt hiszem az első... Milyen faszom az? Milyen vizsga? Segítsen valami Naruto fan. Biztos tudjátok, én is tudom, csak elfájtettem. Az a középhaladó ninja. Chunin vizsga, azaz. Köszi. Azaz. Szóval azt hiszem, az első Chunin vizsgáig adták le Jetix-en a Narutót, és aztán nem. És aztán azt is sokáig nem látom, de kurvára tetszett egész tematikája a Narutónak, hogy az is kurva jó, jól volt felépítve, minden, imádtam. És aztán annak is így vége szakadt, és azt is ilyen későbbi időszakomban, de azt hiszem, a Narutót azt már ilyen nagyon későbbi időszakomban, ilyen 20-valahány évesen néztem meg. Szóval ott nekem ilyen 10 év kimaradt. De és még akkor sem volt vége a Naruto Shippudennek, baszki. És a One Piece aztán az jött nekem a legkésőbb. Az meg ilyen... 3 éve ezelőtt találtam rá a One Piece-re, és azóta már kétszer végignéztem. De közben láttam a Hunter x Hunter-t, láttam a Halálnaplót, láttam a faszom tudja milyen animét, rengeteg animét láttam. Mi 3 év? 3 éve ismerem a One Piece kb. Igen. De tudom, hogy 80... Yu Yu Hakusho, igen, azt is láttam. Várjál, Yu Yu Hakusho, az igen. Igen, és az se olyan jó. Annak első részén bőgtem. A legelső részén elbőgtem magam, bassza meg. A Yu Yu Hakusho-ra. De aztán nem volt olyan izgalmas nekem az a sorozat. Nem Trexi, nem. Animékről beszélgetünk folyamatosan. A egyik kedvenc témám. Jé, azt a kurva! Bazd meg! Faszom. Mondjatok animéket, srácok, és mondom, hogy mit láttam. Nálam a Csillagközi Invázió volt a favorit reggelent, ahogy animációs Csillagközi Invázió volt. Hú, biztos tudom, hogy melyik az, de most így nem emlékszek rá. Állomás zárva. Oké, maradjál zárva. Soul Eater, azt biztos nem láttam. Volt egy olyan anime, srácok, hogy a csávónak volt egy olyan szeme, amit örökült, vagy egy csaj adott neki egy olyan szemet, hogy akire ránézett avval a szemmel, befolyásolni tudta egy kérése, de csak egy kérése. Bármit megtett neki az a személy, akinek belenézett a szemébe, aznak mi a faszom címe van? Az is egy kurva jó sorozat. Nagyon-nagyon okos volt ez a csávó. Belinkelted játék folyamán, elrakom magamnak. Ilyen piros szem és sakkozott a csávó, ilyen iskolába jártak. Ne pofonyozzá! Fú, mi volt annak a címe? Annak ilyen hülye japán címe van amúgy, annak azt hiszem nincs a magyar címe. Is elég nagy értékelése van. Fú, de most eszembe nem fog jutni ennek. Kaelédo? Nem.
IDK? IDK? De mi a egész cím? Így nem tudom megmondani, hogy IDK. Serét! Serét, te perész! Szia, Oli! Ilyen sokáig fűr csizel? Úristen! Egy vízsepp is elég, azaz! H2O! Clio! Várjál, mindjárt mondom a szereplőket. Hello, Clio! Nem tudom tovább, bazd meg. I don't know, nem az. Ilyen vezér lett a gyerekből. Ilyen ellenállás szított, és mondom, volt az a szeme, és bárkire ránézett avval a szemmel, és akkor így bármilyen cuccot így megcsináltak neki. Maga mellé fordította embereket, meg minden. Bassza meg. Most keressem meg. Mindjárt beírjuk, hogy IMDB. IMDB Best 10 Animes. Animes! A Death Note első? Az igen. Attack of Titan a második, harmadik a Cowboy Bebop. Hát nem tudom, nekem az se tetszett. Azt is elkezdtem, hogy kurva unalmas volt nekem. De nekem csak anime kell, baszki. Anime, nem filmek. Animated TV show, azaz. Rick és Morty soha nem látom, srácok, bocsi, mindjárt megyünk tovább. Dragon Ball Z 89-es, bazd meg, a Z. Archer, az kurva jó. South Park, One Piece, Hunter x Hunter, Dragon Ball 86-os, bassza meg. 1986-os a Dragon Ball. Igen, Code Geass, az a neve, az a címe, Code Geass. Mindjárt leírom. Na, ez is egy kurva jó anime. TV-nk se volt akkor. Ez az, amiről én beszéltem, ez is egy nagyon jó anime. Fullmetal Alchemist, igen, azt nem láttam még. Jó, a Hakusó ott van, azt láttam. Láttad a Code Geass-t? Igen, Holly. És tetszett neked? Fasza, nem? Érdekes, nem azt mondom, hogy a életem animéje, de érdekes, nem volt rossz. Jók voltak a húzások benne. Faszán intelligens volt a csáó, aki volt a főszereplő. Szervizlift az állomásra rendelve. Jó van, akkor rendeljük ide a szervizliftet. Ide ráállok, ide a pecökre. Szóval akkor megvárjuk, hogy megérkezzen a liftecske. Oké, beraktam. Úristen, Tarbell! Nagyon szépen köszi a Prime-os feliratkozást! Köszi! Köszi, hogy ez csak tuti azért volt, hogy megkapja a Dragon Ball-os gömböt, mi? 1000 millió százalék! Ez nem végetted volt, Zoli! Le se basszunk tégedet! Kell a kristálygömb! Jézus Úristen! Ne! Aztán a kurva anyám! Ne basszál föl! Ne basszátok fel, és hol volt a kibaszott mentésem, tuti 100 millió kilométerre! Geci! Baj van a részek tengerészsel, baj van a részek tengerészsel!
Jaja. Na, az nem baj, de legalább nagyon szépen köszi. Paddy and the Rats? Az mi? Az aztán micsoda? Zene? Nem tudom, én szerintem életben nem hallottam őket. Az a nyámot, hogy elhajtottak attól. Piu, piu, piu! Pillanat. Egy pillanat, vár engemet! Vár rá közt halni meg. Kábe, hábe! Szemedben néz, na-na-na-na. Da-da-da-da. Baj van a részek tengerészel, baj van a részek tengerészel, la 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 la. Dum 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 dum. De ezt a számot most nagyon sokan feldolgozták, nem? Ezt sok helyen hallottam most ezt a zenét. Baj van a részek tengerészel, baj van a részek tengerészel. Írjátok a mentés, srácok, mert így nagyon sok időt megspórolhattak nekem. Bambarab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 amb
shotgunba miért lenne bazd meg? Milyen emóta? Szívtelen, sátános emóta. Hát börtönlázadást ezt mindjárt. Na jó van, nyugodj. De van. Szívtelen, sátános nincsen. Hol a faszomba van? Hogy ne lenne bazd meg? Pam 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 pam. Baj van a részek tengerészsel, baj van a részek tengerészsel, mindjárt megdöglök, bassza meg, lalalalalalala. Kilőm az agyát. Mi ez? Hopp. Mehetne a írtánc erre. A jó kis kopogó cipők, Michael Flatley. Hát a kedvenc emóta az nincs bent, igen. Csak karbantartó PDA. Bász meg, hol az a kibaszott PDA? Ne táplálkozzá! Dend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 . Kurva mocskos disznó! Meddög lesz! Ez baj? Ne pofogyodszál, geci!
Jó, ezek a írzenék nem illenek most ide. Na de ezt a pedig Dead in Sense Form hallgatni, ez tetszik amúgy. Én imádom a írzenét. Imádom a írzenét. Ha nem tudjátok ki az a Michael Flatley, hallgassátok meg. Vagyis az nem zenész, hanem az egy... mi a faszom az? Milyen cipő? Most nem cipő. Nem jut eszembe. Step tánc, az, igen, step tánc, azaz, köszi. Még mindig nincsen karbantartó cuccom. Csávó úgy nyomja, hogy füstöl közben a lába, bazd meg. Megvan a PD-je. De most komolyan azt mondjátok nekem, hogy nem tudjátok ki az a Michael Flatley? Ne basszatok föl. Szervizlift az állomásra rendelve. Szervizlift! Lord of the Dance. Azt írjátok be YouTube-ba. Lord of the Dance. Na, nagyon helyes. Vannak fönt ilyen 1,5 órás videók, srácok, nem fogjátok tudni abba hagyni a nézését, mert az egy olyan, mintha egy ilyen táncos színház lenne, kurva jó. És főleg öregek. Így van, pont ahogy mondod, Holly, igen, akkor. Kéne pisztoletta már, hogy itt jönnek a buzik. Meg akarnak kúrni. Megint elvesztegettünk így 10 percet, de hát le van baszva. Step up is a main, de hát... hát azért nem. Mondjuk a Magic Mike-ot nem láttam soha életemben, úgyhogy nem tudok erről mondani semmit. Jó szar volt. Hát azért ez nem könnyű dolog. És főleg ebben a Lord of the Dance-ben, srácok, itt ez ilyen kibaszott nagy társulat. És azért egyszerre táncolni, az kurva komoly. Hő! Most vagy erre kell jönni, vagy én kúrtam el. Mi lesz a vacsi? Na, csak ide. De ez már... Lift jobbra fordul. Lift jobbra fordul. Lift jobbra fordul. Lift előre megy. Mi a fasz? Au. Hát hallják! Ne basszál, hogy a korlátot lőttem eddig, genya! Beszarok. Lift balra fordul. Azaz. Erre. Piu! Menjünk be. Mi az, hogy nem léphetek be, hülye vagy? Kurva szemes. Na várjatok, geci. Nem jó. Fordulja meg. Gyorsan. Át kell érnünk a másik felére. Hú, viszket a szemöldököm, bassza meg. Viszket a szemöldököm. Lá. Nézd a fej nélkülit. Piu! Úristen! Nekem is jöhetne egy adag, mert kurva éhes vagyok. Kurva éhes vagyok. Tudjátok, mit fogok vacsorázni? Stream után? Siniminis, bazd meg. Oké? Okay. És még aztán csodálszok, hogy elhízok.
Én nem tudom, hol a lyukam, meg kellene néznetek. Ne basszál fel most vissza. Nani. Hát itt már voltam. Ne basszatok föl. Visszajutottam a játék elejére. Jaj, az anyámot, hát itt hívtam a liftet. Na várjál, hogyan jutottam ide vissza? Geci, hát beszarok. Na várjál, várjál, várjál. Mi folyik itt? Jó helyen vagyok, hello. Terület nyitva. Geci, hát ebben a játékban csak eltévedni lehet. Komolyan mondom. Van. Hát az most nem tudom, várj. Oda kéne bejutnom a kurva ajtóba. Lift terület kiárata. De hát le van zárva az a, az a nyomorék. Honnan szopjak PDA-t? Geci ott van, ott lesz lent. Vagy nem. Vagy nem. Jó, itt nincs semmi. Na, hogy PDA, semmi sincs, baszki. Csak egy pajzsocska. Pajzsocka! Bevette sörrel, én szoktam néha ilyen hülyeségeket csinálni Petra, úgyhogy én... együtt érzek veled. Én simán bevettem alkoholla, és semmi nem történt. Csak ijeszgetnek. Na jó, most komolyan, most mi a fasz? És visszamegyek és ki tud nyírni, figyelj. Nem léphet be. Micsoda? Első szint biztonsági állomás. Terület. Területet biztosítja. Távvezérelt ajtó. Faszom, ki van ám a távvezérelt ajtó idda? Most hova az anyámba menjek vissza? Hé, te! Hát itt tudunk fölmenni ez a szarra! Hát jó, ezt én nem tudtam. Oké, akkor itt... Úristen, itt van emeletem valami, nézzük meg. Nem, hülye! Aha. Nem tudok előre menni, ott vannak azok a pöcsök. Ennyi. Tudja, hogy oda kéne fölmenni, be. De oda, hogy megyek be? Hogy megyünk oda be, bazd meg? Hát az nem túl jó, Petra. Ez nem túl zegzi. Ott mi a fasz van? Ott voltam bent? Forduljál meg, fiam. És köszönöm, nem tudom, hogy hol voltam, meg hol se. Hé, hey, és itt voltam bent? Ne, ne, ne! Ne geci! Ne geci, kérlek! 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 Hogy szopnád ki a fa... Négy. Oké, semmi baj, 4 HP-n van. Négy HP-val az élet élvezetes. Szerintetek most nyomjak egy szél gémet, vagy itt most megdögünk a faszomba? Úristen, hát nem tudom, lehet ebben a baszom el itt. Nem lehet ekkorát ugrani, hogy még a dobozokra sem tudok felugrani, bazd meg. Úristen, hát ez így szar lesz. Ez így szar, talicska. Na most mi a fasz csináljak? Lehet, hogy itt... geci. Lehet... basz meg, lehet, hogy ördög csapdájába kerültem most. Aha! Hogy itt ki lehet 200-ig húzni, értem. Semmi baj.
Tarközlés szállítás. Szervízlift az állomásra rendelve. Valahol lesz egy PDA, amit nem találtunk meg szerintem. De ez a négy élet, ez kurvára nem jó amúgy. Nincs itt sehol egy kibaszott ilyen élettöltő vagy valami? Élettöltő kéne nekem. Mert 4 HP-m van és élvezem. Szervizlift az állomásra rendelve. Tűr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 
Na, kezdődik a szokásos. Az, hogy elvesztem, és megint egy dolgot nem találok meg. Megvan, hogy merre kéne menni. De nem tudok oda bemenni, mert nem nincs meg a kibaszott ajtókódom. Hol a... ott van. Meghallgassuk szerintem itt a PDA-ba itt a dolgokat. Lehet, hogy itt valami kiblokkolódik. Mit szóltak? Ron Weasley. Ez Ron Rich tisztviselő hangjegyzete, dátum 2145. október 16. A mostanában előforduló szállítólag útbeli balesetek az ellátásnak és a karbantartásnak egyaránt komoly fejfájást okoznak. Minden baleset rengeteg késést okoz, és legtöbbször sürgő szállításokon. Az MQR műből a távközlési központból a legnagyobb növekedést a balesetek tekintetében az elmúlt 6 hónap során. Biztonsági jelzésre és jobb világításra van szükség a fő csomópontokban, az alagutak és az utak ezen szakaszán. Csúcsidőben semmilyen egyéb jármű áthaladást nem szabad megengedni. A személyzet legyen köteles, a vasutat használ, amikor csak lehet, hogy a szállítvány az erzökenőmentes lehessen. Mert itt van egy emelet, bazd meg. De ezt miért csak idáig tudom fölnyomni? Mentsünk egyet? Ettől most én felugrálok. Mondom. Oké, muszáj volt megpróbálni. Nem baszakodunk. Pedig itt totál át tudnék futni amúgy. Ez köcsög. Ez egy igazi köcsög. Az a baj, hogy ide bemegyek, akkor itt nem lehet fölmenni, gondolom. És ha oda bemegyünk. Ott felemelkedünk. Itt aztán még kurvára nem tudok oda átugrani. Istenem, miért kell ilyeneket csinálni a kibaszott Doomba? Hogy veszek el benne. Még a kávémot se ittam meg, nézd meg. És most én beleugrok, hogy fog kiugrani? Ja, hogy ez csak ennyi? Genya. Sehogy.
ez kérdőjel? Hogy ne lenne érdemes, hogyha mi nem játszottál vele, akkor muszáj. Az egy kurva jó játék. Na jó van, srácok, most jöhetnek a anyós ülések, mert picit elakadtam. Picit el lett akadinel. Na ez mi a pékfasza volt, bazd meg? Ez honnan gyűtt? Nagyon jó, nem arra akartam jönni, arra akarok menni. Oké, kapta. Kucsolj, még jött a nemi. Oda került, hogy lementél. Na, Sasuke, hol lesz nekem ez a cucca ajtóz, amit ki kell nyitnom? Szerinted? Van-e valami tipped? Van-e valami tipped? Jó napot kívánok, és most ide meg fogunk baszódni. Azaz, igen. Jó, akkor ide nem jövünk le legközelebb. Ezért csináljuk itt a mentéseket. Jó, játszol közben, értem, oké. Okay. Semmi baj, nem tudom, hogy most itt mi a fasz van. Várja. Keci. Megvan! Oké, okay. Rá tudtam jönni a hídra. Kurva jó! Keci. Oké, meg vagyunk. Azért nem vettem, hát ennek mi a fasz csinál, nézd meg. Rubin Drake-ára tornázott éppen a csávó, miközben itt a meghalt. Súrikám kapta. Három játékot kell venned. Mi a másik kettő? Karbantartási kiáratnál elérhető. Geci, itt volt a kibaszott nyitógomb. Ezért álltam megint 20 percet. Jézus Úristen! Úristenus Jézunus! Oké. Okay. Megpusztulusz. Ja, életkegy. Azaz. Nem baj, élet jól esett. Jól esett, hogy így esett. Megittuk az összeset. Ráriró, ráriró, rárirári, ráriró. Rirárárirárá. Resident Evil 4 Remastered és Hogwarts Legacy. Hát. Nem mindig jó lesz. Nem volt szóak azok a játékok. Itt mi a fasz van? Tudja, hogy leveszi a HP-t, hogy ráesek erre, mi? Istenem. Bazd meg a 9 HP-dot, hello! Hol van ez a rohadt izé? Szervizlift az állomásra rendelve. És már így is sóró vagyok. Hát elhiszem. Hát hidd el, hogy én sem állok jobban. Nézd meg, hogy elmúlt egy hónapban mennyi játékkal játszottam. Nekem még a Silent Hill 2 is fog kelleni. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Pedig akartam kérdezni, hogy hogyan nem 69. Leon nem adományozott 62 csért. Nagyon szépen köszi az adományodat, Petra. Köszi a 62-est. Mind a tiéd. Gözi.
Hol van ez a kurva liftes szar? Tovább van még, nem? Tovább is van, mondjam még? Itt szerintem megint túl sok időt basztunk el. Mentünk. Ah, Pancelos? És hiszem a Doomba valami zene van, oda nézni. Ez mi a fasz? Na, ez mi a fasz? Ez most azt jelenti, hogy itt most mindenki meg fog kurrantani, segbe? Csak kérdem. Hogyha most fölveszem azt a sütyőt? Berserk lesz? Hú. Akkor itt mindenki megdöglik. Az há. Úristen, mi ez a kap? Hú, de amúgy nagyon szarul van leállni már. Is jó, úristen. Most ez komoly. Hú, hát ez kurva gagyi. Úristen. Esküszöm, ennél még a Doom 1-es meg a 2-es is jobb volt, bazd meg. Hát én nagyon-nagyon csalódtam ebbe a játékba. Hát nem lenne benne magyar szinkron, esküszöm, hogy nem játszanék vele. Komolyan mondom. Kurra anyád! Macskas diszta! Menjünk ki megint a levegőre. De ez az, hogy legalább valami baszó zene szóra, így van. Zsirik forgató. Kurva pontyok, nézd meg! Hát ezek itt szerintem valami újat akartak csinálni. Ugye a Doom 1-2 és a 64 után. Hát új lett, igen. Jaj, nincs oxigénom, hova mész, Zoli, te hülye vagy? Hát nézzük, hova faszomba járkálsz. Hát megdöglök már megint. Hú. És mit akarsz csinálni 40 ezer pontoddal? Ja, mondom neked. 40 ezer pontból egy 35 ezerért benyomhatod a One Piece-es szondalertet. Ingyír. Kinyalni? Hát annyiért nem lehet. Az 1 millió pont. És az is csak a seggem lehet maximum. Gyalog. A kommunikációs központban van már. Azonnal el kell küldeni az üzenetet a flottán. Vigyázzon Kendertől és Flánctól. Azok a jó és katonák nem jöjjük ki a helyzetet ügyesen. Keresd meg a főtán. Várjál, mert buli van! Buli. Így van, Sasuke. Az jó sokáig fog tartani, tudom. De volt olyan hónap, hogy osztottam anélkül is, srácok. Volt olyan hónap, hogy 10 ajándékszubot kinyomtam. Azt hiszem. Szóval ilyen szexuális vadállat voltam, és csak így pörgettem így ajándékszubokat. Elbasztod a 100%-ot? Hogy lehet azt elkúrni? Hát így egy év után simán megvan. Szerintem aki már olyan sok ideje néz, srácok, azt szerintem automatikusan is feliratkozik. Szerintem annak nem kell a ajándékszub, nem? Legalábbis én így gondolom. Mert akiket én ténylegesen nézek, azokra föl is vagyok iratkozva. És az három ember.
Igen, olyan is van. Én nálam is van olyan ember, aki már 4 hónapos feliratkozó és még egyszer nem vásárolt magának feliratkozást. Energia ingadozás a 48A6 fő távközlési útválasztóban. Kísérlet az elkülönített átirányítására. Oké, rendben, Csajci. Nincs itt az ember. Akire gondoltam. Hát ha, mi a faszomból van ez a csávódik? Nézd meg, pöcsfej. Hát igen, igen, így van ez. Dobálom ki a... Igen, én nekem is van olyan, hogy így jönnek a e-mailek, hogy igen, előfizettél, de hát mondom, én most már csak azokra vagyok tényleg előfizetve. Elsődleges távközlési rendszerek, ide megkívül. Akiket nézek is. Kísérlet a másodlagos torony beállítására sikertelen. Jó, nyugodjál meg, Csajszikám. És ezt a három embert ismerjétek ti is, mert ez a Jubi, a Huci és a Hápi. Ő rájuk vagyok feliratkozva. És oda küldtem a milliókat már. Mocskos disznó! És nem akarom az egész gémet, csak azért egyfegy őrsz. Ja, szerintem az fasság lenne. Nem baj a Sasuke. Ha őt ismered. Így van, milliókat adtál. És Trex, neked mindig nincs meg a 10K-s badge-ed, az hogy a faszomba? Mindjárt megnézem, most már érdekel. Most már érdekel, Chanel. Azt mondja, hogy Chanel. Lemegyek, és ott van, hogy... Trex a 5. helyen van. 9550. Csírt küldtél el nekem eddig, te állat. Igen, 450 jelzik. Távközlés, garázs, karbantartás. Hova megyünk? A távközlésben megyünk, nem? Oda megyünk. Most ott vagyunk? Ne basszál fel. Na várj, most megint visszafordultam ezen a kibaszott izén. Csóró vagyok. Csórónak születtem. Az én babám. Vasút. Akkor a távközlési központba kéne mennem. Én a Hucinál fél hónapot voltam és 13 000 csírt oda küldtem. Úgyhogy akkor nem tudom, hogy ki nyert. Ja, igen, lehet. Távközlési rendszer túlterhelve. Távközlési rendszer kikapcsol. Mi ez a pajzsos lófasz? Ha már itt is nézek, a pajzsokkal nyomják. Ja, hogy én hülye vagyok és én nekem hiába hülye. Értem. Na igen, én elküldtem neki 1 hónap alatt 13 000-et. Ő elküldött nekem 1 hónap alatt 5 000-et. Tehát...
Pa-pa-pa-pára. Pa-pa-pára. A Delta rendszeri számítógépek azt mutatják, hogy a bázisban minden kommunikációs rendszerrel. Biztos, mi? Hogy az a rohadék szám volt. Másik megoldást kell találnia, hogy el tudja küldeni az üzenetet. Menjen a szatellit vezérlőszobába és manuálisan küldje el a kérést onnan. A bázis sematikája megmutatja a legrövidebb utat a gépvizeten keresztül. Nem igaz, vagy gyalogos. Küldje el ezt az üzenetet. Fölveszem PDA-t, csak próbálom hallgatni, mit mond nekem a csávó közben. Nem, jobban járok a donétekkel. Mert most már azt csinálom. Meg lett a piros badge-em, úgyhogy most már csak donét majdnem. Nem lehet az üzenetet továbbítani. Nyugodjál meg, Csajci, mindjárt továbbítom. És mivel, hogy ő is többet keressen, és én, mert a csírek ugye az kurva sok pénzt levesz, úgyhogy... Annyi, PayPal is levesz magának pár talán egy-két eurót levesz magának a PayPal, de mégse annyit. Ha ott küldesz 100 eurót donétet, akkor lehet, hogy levesz belőle 1,50-et vagy 2 eurót. Ha meg akarsz venni 100 euróért csírt... Mindjárt meg is mondom, bazd meg. Szavaszi zsák. Istenem, hogy 100 oldala meg van nyitva, de egy is az, ami jó. Na, ha most meg akarok venni, hogy elküldjek valakinek 10 000 bitet, ami 100 dollárnak felel meg, csírbe, az nekem 155 euró. Szóval ott 55 eurót elvisz a Twitch a picsába. Azonnal. És ezt a 150 eurót, hogyha valaki eldonételi, akkor lehet, hogy a streamer megkap belőle 153 eurót. És nem 100 dollárt, amit még átkonvertál ugye embernek adott valutájára. Amiben kapja a fizetést. Náltak 164? Na, az még durvább. Dulva. Szóval a donételés a legjobb, ugye, mert ez egy különálló cucc, az nem a Twitch-el van. A feliratkozásokról aztán is beszéljünk. Az katasztrófa. Mi a fasz? Láttátok azt a árnyékot? Látok, Sánk, egy új fel... Nem? Mennyi idő van? Hello? De mik ezek a paj... Geci? Halljál már ki! Csép, teli velem sotival, ő passzik rá megdögleni. Teli belövöm sotival, egyél Wilslit Kolbival. Úristen, milyen rívet nyomtam. Nyomunk egy szélet, mert ugye ez perc, egy simán meghaltunk bármelyik pillanatba. Scooby Dooby Doo, where are you? Ba da ba da ba ba, wow 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 wow. Ez nem én voltam. Az ott mit csinál? Kurva anyád! Szemtelen disznó! Na. Jaj ne! Basz meg, bele ne ugorjak én oda a csövek közé, megdöglök. F5. Szarak tudó. Kint van a bele.
Csóri Kárdnak szétlőttem a kis picsába. Ó, az anyámot! Úristen, ki vagy te, hello! Azaz törzs be a 270 darab sotiglőszer. Hát ez a játék nem arról szól, hogy itt ráfogynak a töltények amúgy. Van itt faszik. Az aztán ugrás volt. Na kíváncsi vagyok én holnap erre a Doom 64-re, srácok. Délután 3-kor ne felejtsétek el meglátogatni a csatornát, oké? Doom 64-ezni fogunk. Az anyám. Nem látok? Geci, kifogy ez a szar. Nekem is onnan van meg. Halajukam. Geci. Nekem is epikes van meg, azt hiszem. De azt fogalmam sincs, hogy milyen. Kíváncsi vagyok. Hát ennél szerintem biztos jobb lesz. Nekem ez a hármas, ez így kibaszott a csalódás. Én azt hittem, hogy ez totál pörgős lesz ez a játék. Fejemmel kitértem a lövedék előtt? Hát, figyelj, benne van! Te még nem játszottál úgy autós játékot, hogy amikor kanyarodtál, bedőtél a kanyarba közben? Töltsél már be, bazd meg! Te meg halljál már meg! Tűrűrűrűrű Tűrűtű Tűrűtűrűrűrű. Már ezek sem halnak meg amúgy egyre. Szar vagy bennük? Én meg amúgy pont csípem. De biztos volt olyan, hogy fogtad a kontrollert és tréptél és így mentél autóval, baszki. Igen, elég gyenge lett. Amúgy van benned dupla csöves shotgun, vagy én hagytam ki? What the fuck? Megint itt van a repülőszörny. A repülő démon. Bam 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 bam. Para 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 bam bam. Bam 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 bam. Most kezdve tudok egy csinál Minecraftozni, múltkor... Jaj, a valagam! Múltkor leültem kicsit segíteni neki, de ugye én másként irányítok, állva nézte, mellette majdnem elesett, ahogy a fejével követ. Hogy ne játszott? Ja, ezt Trextől kérded. Születésnapomkor lesz Ori. Srácok, március 16-án lesz születésnapi stream. Ugye a előző március 16-ai streamen Ori 1-es volt, most Ori 2-es lesz. De viszont február 1-én lesz a csatorna 1 éve születésnapja, szóval az mindjárt itt van. Február? Igen, február 1, baszki. Az anyámot, hát már mindjárt itt van. Szóval találjátok már ki nekem, hogy mi legyen február első és ilyen születésnapi streamnek. Meg kell ünnepelni a 1 éves csatornát. Hogy 1 éve itt vagyok a Twitch-en. Ori az egy kurva jó játék, én is imádom, de én nekem egyes jobban tetszett. Mi a fasz? Jó, hogy elmentettük.
Én is szeretem a rózsát. A HD-t is ki kéne vinni a streambe, az is kurva jó lenne amúgy. Én ezt kivittem ma offline. Az egészet. Hello, azt hiszem ez az egész invázió a fő teleportából jött. Innen a Deltából. Azt gondolod? Elküldte az üzenetet, jönjön ide, amilyen gyorsan csak tud. Mindjárt ott is vagyok, várj egy picit fiam. Itt ki kell nyitni ezt a szekrényt. 36 gránát van nálam. Ki kell nyitni a szekrényt, salalalalala. PDA! Ben Wolf. Nem engedélyezett sávszélesség. E-mail. Csatlakozz anyád picsáját. Ott van, 246. Lehet nem az lesz az, de meglássuk. Ú, de jó. Megvan! Enter the Gungeon, azt nem ismerem. Azt nem ismerem! Amúgy... Jajst! Na, hol vagyunk? Ja, ezt kéne biztosítani, azaz. Úristen, mennyi robotocska. Nekem csak egy kell, hello? Putasd utat, robotnyík. Ne nézzé! Hát ne nézzé! Előre figyeljé! Jö? Trat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 
a kurva életbe. Jó. Piu. Hordó robbanós dí. Bábám, bábábám. Egy kérdésem van hozzád, bölcsen válaszolj, te szemétdisznó! Mi a fasz? Voltál kérte magának. Mi az én hangulat ma? Boldog vagy nyugodt? Mi a baj? Hol a lyukam? Mi történt nálad? Ez már megint valami fasság, mi? Bölcsen, hát az tudom, miről beszélsz, akkor hogy válaszoljak a kérdésedre? Engem ilyen kérdésekkel ki lehet égetni a múlt. Teljesen. Elvesztetek eszemet a fasságokkal. De itt nem a ignorálásról van szó, itt arról van szó, hogy fogalmas sincs, hogy mi a faszt akar ez jelenteni az egész. Totálisan nem, egyszerűen nem értem. Utálom a hülyeséget, ilyen, vagyis ezt a hülyeséget utálom amúgy.
Ez lehet olyan poénok, amit a izébe nyomnak. Ezekbe a vicces műsorokba, a vicces showba. Azonnak se tudom a címét, bazd meg. Shoulder Club, azaz Shoulder Club. Egyetlen egy Shoulder Clubos műsoron nem tudtam röhögni eddig, srácok, úgyhogy ne akarjatok valamilyen hülyeséget mondatni meg izé. Borzalmas vagy, hogy ránk fogod, akitől a pénzt kapod. Úristen. Gyalogos, a számítógépek Swant és Campbellt érzékelték az ön közelében. Vigyázzon belül, és küldje el ezt az üzenetet. Elküldöm a üzenetet, nyugodjál meg, fiam, nyugodjál meg. Vannak egész normális stand-up, én nem tudok. Én egyszerűen nem tudok, Petra, baszki. Vannak a reklámok is. Valami, hogy mit tudom, életlenül föl van nyitva a tévé, vagy valami. És a RTL 2-n van például. És ugye előjönnek ezek a reklámok, hogy stand-up, meg minden fasz. És hát gondolom, hogy a reklámban mindig olyanokat kell lenyomni, ami vicces, nem? Hogy a legviccesebb pillanatot mondjuk abból a 20 vagy 30 percből, amíg tart a műsor. Hát így megy a reklám, elkezdődik, figyelek, kész akarva nézem, hogy akkor mi van. És csak nézek, hogy mi a faszon nevetnek a emberek? Én vagyok ekkora hülye? Vagy... Nem tudom. Nem, egyszerűen nem tudok nevetni a stand-upon, mert egy igazi fasság. De hogyha valaki odarakja... South Parkékat, érted? Csak ott van Jimmy. Vagy Cartman. És megszólal. Azt mondja, hogy... Én fetrengek a fődön. Ki kell nyitni ezt a ajtót, nem? Azaz. Külön gombol a ajtónyitásra beszarsz, behúgyozol. Ott az embereket lefizetik, hogy beüljenek és sörjenek? Nem hiszem hol a lyukam, mert például én voltam a Gyertek át szombat este forgatásán most... mi a faszba? Októberbe. Október, jól mondom. Októberre be. Októberre. Nem szeptember, hanem október. Igen, akkor úgy mond, jó. Október volt, mikor ott voltam. Na, így lehet, hogy könnyebb lesz. Nem tudom, mi az a Gyertek át szombat este, ne basszál föl. Sebestyén Balázs vezeti. Na, ott tudtam nevetni. És ott is nevetett a közönség. Jó, annyi volt, hogy volt tapsoltató. De az összes ilyen műsorban van. Én vezettem Pestre úgy, hogy nem én itt, vagyis én nem ittam. Szóval annyi van ilyen műsorokban, srácok, hogy ugye megveszed ugyanúgy a jegyet, beülsz a műsorba, mint néző. Ott nem a nézőköt fizetik meg, hanem nekem kellett vennem jegyet. Bementem a RTL stúdióba, szépen megvártam a dolgot, hogy mi van, beengedtek a mi az? A díszletbe, ugye ahol forrag ez a műsor. Megjöttek a sztárok, meg minden lófasz. Vagyis de még előtte ugye volt a tapsoltatós csávó. Aki mondta, hogy mi van. Hogyha majd bejön a Balázs, akkor ugye minden... Most hogyha az... Amikor elkezdenek zenéni, akkor tapsolunk, meg minden, stb. Elmagyarázott, hogy minden hogyan kell csinálni. De nem kellett nekünk elmondania, mert ugye az történt, hogy amikor ment a műsor, és mondjuk Balázs mondott valami vicceset, akkor a tapsoltató mögöttünk elkezdett így hangosan tapsolni, és akkor így egész közönség nyomatta. Szóval ez minden egyes műsorban van. Bármit néztek, ilyen műsort, ahol van közönség, ott mindenhol van ilyen tapsoltató. Szóval fizettél, hogy parancsra tapsolhass. Hát igen, még meg is dolgoztattak minket, így van. Nincs kedvem ilyen fasságokkal foglalkozni most, hol a lyukam, baszki, játszanom kell! Kurva életbe! De így valahogy mondtad, érted? Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, nem? Nem a foga adott, a fogadja a fogadj Isten. Ez mi a fasz, amit leírtál? Kézi kapcsolat megteremtve. Kézi kapcsolat? Úristen, az szexuális.
gyalogos. Ha lengem, menjen a kontroltól. Menjen a... Hívjon erősítést. Nem tudjuk, mi folyik itt. Ez a helyzet kikerült a USC irányítása alól. Akkor lehet, hogy ez a baj, hogy én... Micsoda azt? Shit post? Hát én szerintem már túl öreg vagyok, baszki, komolyan mondom. Maga idióta. Fogalma sincs, mit csinált. Ha azok a teremtmények elfoglalták az érkező hajókat, ki tudja, mi fog történni. Veszélybe sodorta a földet. Legyek a deltában, hogy megakadályozzam ezt is. Nehogy az utat a átvétel sikeres. Kitűnő munka, gyalogos. A itt lesz. Nagyon jó. Magát várni a deltában. Jöjjön ide, amilyen gyorsan csak tud. Megyek pa. Te ott vagyok. Megy vissza az előcsarnokba, irány a vasútállomás. Előcsarnokba. Ottól kezdtük a játékot. Dehogy te örök fiatal vagy. Nem küldted volna el? Ne basszál föl. De érted, ez bírom, amikor... Akkor írjátok le, hogy mit csináljuk, amikor már megcsináltam. Ne szúrd be oda a faszodat, mert leharapja egy piranya. De csak akkor, amikor már leharapta. De most hova kell mennem? Gépészetkar első szintre. Na akkor meg... Tök mindegy ez. Da 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 da. Semmi se jó. Megbaszódok, bazd meg, hogy ezt a kurva Discordot ilyenkor kell nyomni! Már elémítottam. Szevasz, Rani! Szevasz, mi a helyzet? Rég láttalak. Rég láttalak, testrészem. Nézd, mert szítsa itt embereket, Rexi. Nem lesz így masszírozás, Rex? Nem. Semmi szexuális masszírozás nem lesz így. Au. Takarodj! Bocskos disznyaj! Kiszippantottam minden izét. Minden életet. Így az, nem mindegy. De így legalább mindig a lehetőség megvan, tudod? Tűröm. Tűröm. Ma... Na várjál! Most mi a fasznak jöttem le, hogyha most menjek vissza? Csak kérdem. Hogy valamit nem láttam, találtam már meg itt már megint. Mert ugye itt visszatok műholdra... Gépészet karbantartás. Akkor lehet, hogy gépészet, bassz meg. Akkor én tiszta fölöslegesen jöttem le. De most hogy jutok? Négy extra, mi? Most hogy jutok vissza elejére ennek a szarnak? Kell, hogy várj. Várj is meg! Szétkúrlak! Visszajövök! Aha. Akkor most egész területét le lesz zár, hogy itt nem lehetne sehova. Szerintem.
nagyon jó. Genya. Genya kapitány! Faszom, akkor most... De akkor most mi? Akkor most lehet, nem is kellett volna lejönnöm a harmadik emeletről? Az anyámat. De nem bírom, hogy 180-szor kell elvesztem ebbe a gamebe. Most kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok! Itt volt a control room, itt küldtem el a üzenetet. Ezt már nem tudom megnyomkodni. Itt semmit nem tudom megnyomkodni. Hát a agyfaszt kapok ilyenkor, csak mondom. Konkrétan agyfaszt. Anya mondta, hogy kb. Egy hét múlva hazajössz. Tutira alig várat, he? Mostában elég elfoglalt vagyok, a kis animál majdnem 9. Hihetetlen. Mi Diannal gondolkoztunk az újabbon, dupla széles űrhajó kell majd az anyában. Dupla széles űrhajóba kell majd költöznünk. Jó, ez nem írja, semmit, hogy most izé, hogy most jobbra vagy balra. Elvitte a szar. De most már komolyan hova? A faszomba menjek. Mocskos disznó. És itt csak a lift van. Itt csak a lift van. Akkor hova? Srácok, hova? Mit nem veszek már megint észre? Kezdődik a Doom effektus. Kezdődik a Doom effektus, bazd meg. Hova az anyámba menjek innen? Amúgy máma még senki se itatott, és még máma 5 óra 45 perc alatt lófaszt nem ittam, csak kávét. Csak mondom, oké? Hogy ennyire törődtek a főncivel. Itt mindenki besértődik, mert minden. Hát de én nem alkoholra gondolok, hanem vízre. De víz van? Most várj, de most ez a lift, ez máshol visz? Megbaszódok, ha máshol visz ez a kurva lift. Garázs. Ne basszál föl. Faszom, ki van? Én láttam ezt a liftet, de én azt hittem, hogy ez... geci. Igen, ezt félrenéztem, ezt a kurva szart. A Discordon belépsz rögünk szobába, egyből nem fogod kiszáradtnak érezni magad. Úristen. Jó, van, látom, hogy lesz mit... 20 új üzenet! Mi a megzavarodtatok, srácok? Oké, 21 új üzenet. Na, majd lesz mit stream után néznem, szivarozás közben. Na, ajtónyitás! Ajtó kinyitása! Gahásból kijöttünk a gahásból, ezért tart ilyen sokáig a játék, mert mindig elveszek. Igen, kont, bazd meg. Leestem, hello. Azon csodálkozok, hogy mi nem kellett találnom red cardot és sárga cardot, meg ilyen hülyeségeket. Na jó, és most innen hogy a pékfaszába vagyok vissza?
Én mindig elolvasom a Discordon üzeneteket. Én törődök a népemmel! Ezt a lázadást el kell csitítanom nagyon gyorsan, mert itt már bajok vannak. Mi? Úristen. Mi? Tárterület segítség? Mi a? Fogyik a hely? Jaja. Várjatok itt. Jó van, kevés szabad levesztelület csinálom már, nyugi. Egy... Hát igen, egy... mindjárt mondom nektek. 3,5 órás videó, amit följátszok, az 73 giga. 73 giga, az meg 3 órás videó. Úgyhogy volt itt egy 30 darab belőle. Na most már van helyett, pöcsfej. Töröld a Windows-t. Inkább egyél új gépet, látod, ezért nem szóltunk indis felvétel, csak spórol neked. Tiszta pozitívak ezek emberek itt a setemen, úristen. Vegyél új gépet, és honnan fogom kiszopni a 2500 eurót, Trex? Kit fejek meg érte? Innen jöttünk. De basszál fel, hogy nem ide kellett jönni, mert én már agyfasz kapok, komolyan mondom. Alszint, liftvezérlő, második állomáson található. Mi van? Mindig akkor kezdtek el baszogatni, amikor nem találom a helyem. Amikor minden pörög rendesen, akkor senki nem ír baszki. És ilyenkor kurvára nincs kedvem most avval foglalkozni. Mert zavar az, hogy nem találom meg a helyet. De most mi a fasznak menjek fel megint a kibaszott távközlésbe? Airwolf, én most jelenleg streamelek, és vannak moderátorjaim a Discordon is, szóval ha valakinek nem tetszik, akkor meg kitörli. Én nem látom, hogy mik vannak ott most. Bázz meg. Távközlési központ. Magint itt vagyok, baszki, hát nem hiszem el. Aaaaaaah! Mondjátok, hogy jó helyre jöttem. Fú, geci. Oké, szerintem jó helyre jöttünk. Mi a fasz? Látod, nyomunk egy mentést, mert már ki vagyok idegileg. Oké, Trex.
Siessében nincs levegő, 29-en van oxigén, be kell jutnunk ide. Csináld a kiegyenlítést, bassz meg. Bassz meg, kurva kutya! Oké, kaptalt. Bajba volt a tesód, mi történt? Mi történt a tesóddal? Hat Knight, az ki a faszom? Bassz meg a csöcsös kurva mindened. Mi a fasz? Úristen! Mi a fasz történt ebben a levegőjárossal? Pokol lovagja. Ki ez te? Meglátom a játékban, jól lesz akkor. Az anyámot. Főt! Kb. Hol tartatok a játékban, srácok? Mennyi lehet még hátra?